Kőházi Ferenc és a kedvenc muzsikái. Kedvenc muzsikái. Kedden este 10-től a Salátában. Saláta, hogy hozzászólj, kezdeményez hanghívást, vagy küldj rövid szöveges üzenetet. Vezetékes telefonszámunk 76-os körzet 414 010. SMS számunk 0620 9414 020. Lizárd vagyok. Én Kapikon vagyok, és ez... Durva. A durvát hallottátok itt a Salátában. Szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Saláta, hogy azt már megszokhattátok, minden kedden este 10-től egészen éjfélig reppeskedünk, és hát most egy igazi reppeskedős figura ül velem szemben a kettes stúdióban. Köszöntelek, Revolution, itt a Salátában. Szervusz, Fanka, üdvözlök mindenkit. Azt hittem, hogy egy kis Size Scratch-el fogsz legalább így beköszönni. Szervusz, Fanka, üdvözlök mindenkit. Hello, Revolution, megérkezt Budapestről, és hát rengeteg aktuális dolog van, amit majd ma este folyamán át kell, hogy tárgyaljunk. Igen. Igazából csak egy ilyen kis minimális bemutatkozást, hogyha hallhatnék tőled azt, hogy gyakorlatilag mit is művelsz te, meg ki vagy te, meg miért jöttél ide egyáltalán ma, és akkor utána meghallgatunk majd egy nótát, aztán jövünk vissza, és kicsit jobban boncolgatjuk majd ezeket. Jó, szóval van. Ki vagy te? Hát én vagyok a Revolution, vagy mi az ez állítólag. Van neked azért rendes neved is. Van, így van. Szabán Gábor néven futok az anyakönyvi kivonatban már körülbelül 21 esztende, bár ezt lehet, hogy nem kellett volna mondanom, mert most esik a népszerűségi indexem, azt most hagyjuk. Szerintem úgy, sokan amúgy jóval öregebbnek néztek igen, téged, igen, ugye? Igen, ez lehetséges. Én is amúgy ezzel mindig így vagyok, mindegy, hát Garrisonnál nagyobb meglepetés már biztos, hogy hát, nem fog érni. Pontosan ezt akartam mondani. Egymásra találtatok így ebbe a kategóriába. Pontosan, tehát mostanában, hogyha aki nem tudná, Garrisonnal csinálok egy ilyen kis közös koprodukciót, ha lehet így fogalmazni, egy kis beatbox, scratch, turntables őrületet, és hát gyakorolunk kőkeményen, és egy nagyobb szabású dolgot akarunk csinálni. Meglátjuk, hogy sikerül. Eddig még az első fellépésünket tulajdonképpen kudarc árnyékolta be, nem nagyon sikerült fellépni. Na, hát ez gyorsan, de miért is nem sikerült fellépni? Hát mert volt ez ominózus, mikor, körülbelül 3 hete? Azt hiszem egy party, amit a juhaiék szerveztek, és hát kijött a rendőrség, hogy állítólag valaki följelentette, de ezért érzed a sors iróniáját pont a mi fellépésünk előtt, tehát azt hiszem, hogy utolsók lettünk volna, és azt hiszem, hogy kezdeték se tudtak fellépni, és kijött a rendőrség, hogy valaki feljelentette a bulit, mert hogy hangos a zene, és hogy, de most főleg van az a srác, az a Revolution, vagy kicsoda, az nagyon igazán hangoskodott, az annyira hangoskodott, hogy gyakorlatilag a zene se és a Revolution se hallatszott, tehát semmi, úgyhogy szegény Redinek már a fellépése alatt így szépen ment le a hangerő lejjebb, és gyakorlatilag így abba hagytuk a bulit fellépés nélkül, tehát így. Na, hát ez egy jó indítás volt, hát, nem? Hát így abszolút elkezdtük, hát egy ilyen kezdés után én úgy érzem, hogy csak az egek így van. Ha gyenge kezdés után erős visszaesés. Így van. Remélhetőleg ezt így hozni fogjátok, ezt a vonalat. Hát csak na, nem. Tehát akkor azt hiszem, hogy mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a te legfőbb hangszered az ugye a szájacskát, hogyha mondhatom így. Persze. Így van, abszolút. Tehát beatbox. Másod hangszerem is, első hangszerem is. A beatbox szó az magába foglalja a size scratch-et, vagy így kell mondani, hogy beatbox és size scratch, hogy a hivatalos részét megérintsük egy kicsit a dolgoknak, mert ezt nem tudom, megmondom őszintén. Szerintem, ha kimondottan size scratch-ről beszélünk, nem foglalja magába. Értem. Tehát a beatboxnak, mint olyan dolognak, annak leginkább az ütemek és a dallamok. Tehát ha esetleg majd névjegykártyát csináltatsz, akkor úgy lesz rajta, hogy Szabán Gábor beatbox és size scratch előadó művész. Hát ez majd kiderül, igen, ez lehet, hogy nem kerül. Nagyon jó, van még egy nagyon-nagyon érdekes dolog, amit most még ne lőjünk le, jó, hogy melyik jó iskolának vagy te a tanulója, illetve mivel foglalkozol jó még ilyen okay téren. Ezeket tartogassuk egy picit későbbre, meghallgatunk most egy külföldi nótát, és akkor utána jövünk vissza, aztán szuper részletezzük a dolgokat. Ma este természetesen lesz több ízben is egy kis beatbox, illetve size scratch bemutató részedről itt a Salátában. Szeretnék mindenkitől kérni az SMS számunkra, ugye a 0629414020-ra olyan szavakat majd, amiket Revolution fűzön bele, illetve olyan kifejezéseket, amelyeket fűzön bele a kis bemutatójába, illetőleg végre valahára, és ezt még annyiszor el fogom mondani, hogy jobban kijön a könyökötökön, mint az SMS számunk, végre valahára elindult a salatamagazin.com, ez lett az új weboldalnak a címe, még igen, egyszer igen mondom, tehát salatamagazin.com, ezt elmondanád nekünk most egy kicsit revolutionosan?
salatamagazin.com. Így van, tehát elindultunk, úgyhogy lehet nézegetni, regisztráljatok, és ott a fórumban a saláta topikot nézzük a műsor folyamán teljesen interaktívan, amit odaírtok, és olyan értékkel bír, az természetesen be is olvassuk, illetve reagálunk rá teljesen élőben. Amúgy rengeteg cikk, interjú, meg mindenféle ilyen okosítás van fenn a weboldalon. Jövő héten majd egy kis extra, ilyen exkluzív Revolution bemutató is lesz letölthető többek között, valamint még fontos dolog elmondanom, hogy ez egy olyan weboldal, ami hetente egy új magyar interjúval, illetve cikkel, valamint esetlegesen több mozi ajánlóval is, meg mindenféle okossággal lesz majd frissítve, illetőleg hát komoly külföldi interjúk és cikkek is lesznek rajta, tehát salatamagazin.com, ezt majd még sokszor el fogom mondani, akinek van világháló elérése, az kattanjon rá nagyon erősen. Ennyi pofázás után akkor egy kis zene, és utána kielemezzük itt a Csabán Gábort, de igen, erőteljesen egészen félig itt a salátában. Mi ez a hozzáfűzni valód, Revo? Próbáljuk meg. Érted? Ez volt az Érted, itt a salátában. Revolution, ne haragudj rám, de még mielőtt belekezdenénk itt a komoly részébe a dolgoknak, jaj, azelőtt még el kell mondanom, hogy nehogy véletlenül valaki, aki az ilyen új és exkluzív dolgokra vadászik, illetve ilyenekre van kiéhezve, lemerje csukni a füleit éjfél előtt, ugyanis négy ilyen dolog is lesz a mai műsorban. Lesz egy vadonatúj Spine Track, ugye ő a Testament Track színeiben utazik, aztán szintén a Testament Track alól lesz a hét zenéje ma este, aminek a címét még nem árulom el, ez egy vadonatúj, szintén vadonatúj Riddler Track, illetve lesz egy szintén teljesen új Fluorid nóta, a Mi legyen című dal, illetőleg hát készül a Beat Support, erről biztos, hogy sokan hallottatok már, ugye Gary Skills és Artos Csaba pakolt össze alapzenéket, és hát különböző híres, illetve hát kevésbé híres, vagy mondhatni inkább hírhedt előadók rappelnek ezekre az alapzenékre, és hát erről lesz egy Landi Sziszka nótának egy verziója, úgyhogy négy darab teljesen új, illetve még hát soha sehol nem hallott nóta is felcsendül majd itt a mai salátában, ezt meg kellett, hogy osszam a hallgatókkal. Revolution, most viszont a tiéd a pálya, hol lettél, illetve hol hallottál életedbe először erről az egészről, hogy jött ez az őrület, tudod, ezek a kommerciális kezdetek, erre vagyok én kíváncsi. Na szóval, hát tulajdonképpen olyan 5-6 évvel ezelőtt hallottam először ilyen beatboxot, még hozzá Rázeltől volt egy felvétel, és akkor rázott ki a hideg, akkor így nem értettem, hogy tulajdonképpen hogy csinálja ezt. Azt hiszem, hogy ez egy ilyen régi felvétel, ahol megcsinálta együtt a dobot, illetőleg az éneket. Ez az If Your Mother Only Now, biztos már mindenki hallotta ezt a felvételt, és mondom, hogy ez lehetetlen, ilyet nem, tehát ezt hogy? És hogy mégis, tehát az hangzik az egész felvételen, hogy versenyen van, vagy akármilyen fellépésen, pontosan ezt se tudom, hogy mondom, ilyen fellépésen van, tehát nem előre stúdióba 52.626 sávon előre meggyártott ez az egész dolog, és mondom, hát ez nem lehet, ilyet nem lehet. Majd utána körülbelül egy ilyen hónappal ráhallottam egy Kenny Muhammad beatboxot, ami aztán megint a legek, tehát drum and bass-t én itt még sehol CD-ről, sehol DJ-ről, bakelitről nem hallottam, amit az ember csinál, szóval ez nagyon, nagyon kemény. Szóval ez a kettő, és mondom, hát ezt ki kell próbálnom. Egyébként az első, hát hogyha lehet ilyen beatboxnak nevezni, akkor a sokkal régebb időkre nyúlik vissza, ugyanis biztos emlékezik mindenki erre a Rendőr Akadémia című sorozatról, ott volt egy bizonyám, szintén, ott volt az egyik fickó, aki hát szintén hasonló bőrszínnel rendelkezett, mint én, egy kicsit sötétebb volt. Na hát akkor most álljunk meg, ugye azt szerintem nagyon sokan nem tudják, hogy ugye te egy fekete bőrű fiatalember vagy, na most pontosan. Akkor itt már szabad ne felejtsd, de rögtön ezt meg kell kérdeznem, hogy ugye rengetegen mondják azt, hogy ugye a néger fickóknak más a hangjuk, meg más a hanghordozás, mert hogy tulajdonképpen valami... az arcberendezés, a matéria, minden.
mert hogy igen, és ahogy én így hallgatlak téged, igazából ezt nem érzem annyira, vagy én érzem rosszul, vagy ezzel mi a helyzet? Nem feltétlenül érzed rosszul, ez az van, hogy ugye én... Tehát szerintem, már... aki hallgat most minket, és eddig ugye hát erről nem volt szó, én nem vagyok benne biztos, hogy egyáltalán valakinek is feltűnt volna, hogy nem fehér ember vagy, hogy így mondjam. Lehetséges, hát mondjuk akinek még jobb, nálam jó, mondjam, mondta egy hülyeséget, szóval akinek nagyon jó füle van az. Akinek az... jó füle, minden szerénytelenség. Igen, nélkül. Igen, hát ezt azért becsúsztattuk, igen, ezt majd kivágjuk a műsorba, vagy nem, de ez most mindegy. Szóval mondom, akinek nagyon jó füle van, azért el lehet csípni egy-kettő ilyen, hogy mondjam, hangszint, és ami tulajdonképpen jellegzetes. Öblösebb a fekete pont, embereknek a hangja? Hát pontos, hát figyelj, hogyha meghalad a legnagyobb ilyen raga, meg ilyen apró ilyesmi zenékben, legnagyobb hanguk azok feketék. Tehát világos. Hát ez nem volt igazából a tárgya, azt hiszem. Nem feltétlenül, meg hogyha visszanyúlunk egy kicsit régebbre, szóval olyan emberre, ott van például Notorious B.I.G., akinek iszonyatosan jellegzetes hangja van, tehát azért azt nem nagyon lehet keverni. Gőz elég senkivel. Jól utánozza. Bár azt még nem hallottam, de majd abszolút meghalt. Na, az. Akkor ezután a kis intermezzo után, ugye ott tartottunk. Szóval hogy... Rendőrakadémia, igen. Rendőrakadémia. Hogy hát igen, az még egész kiskoromban volt, meg kiskoromban is szüleim is mondták, hogy mindig valamit hallottam, és így elkezdtem utánozni hangját, jó, hát az még teljesen ilyen csecsemőtől, amikor így leül. Az alapok. Perc, pontos, amikor így kocsi, mit tudom én, sziréna, dudál, és a többi. És hát utána, amikor kezdtem kicsit jobban tudatomra ébredni, és így megláttam ezt a rendőrakadémiás szettet, amit a srác így leművelt, így videójátékozott a szobába a fallal. Meg, a nevét meg nem mondanám már, az biztos, hogy hát az nem. Az a nem vékony fekete srác. Pontosan. Aki elvitt a jó fiúba mindig. Igen. Úgyhogy tényleg nincs meg a neve, és akkor mondom, hát ez nem igaz. Szóval ez valami itt azért gyanús. Akkor még azért nem voltam ennyire benne itt a zene dologban, tehát ugye hip-hop, vagy rap, vagy akármi dologban annyira nem voltam benne, nem tudtam, hogy ez most tulajdonképpen mire vélni. Hát az tudtam, elején hogy... nem is kötötted össze a két dolgot. Nem. Hát itt valamit utánoz, meg tök jó ütemeket, dobókat csinál, meg itt videójátékozik, marha jó, meg tök vicces, meg ezen hűltünk az általános suliba, és kész. Tehát így mi is ott izé hangokat adtunk meg, stb. És akkor ott izé tanárt így kicsit megőrítettük, ezzel nem volt semmi probléma, és aztán majd később ugye jött ez a hatalmas váltás, mikor az első ilyen Rázel, illetőleg Dagi Fresh felvételeket így hallgattam, és akkor Kenny Muhammed is sorolhatnám, akkor azt mondom, hát ez nem létezik, hát hogy? Meg azt hiszem talán még Vanilla Ice-nak is volt valami albumán. Fú, ez most így pontosan nem ugrik be. Valami... És akkor Gabika kitalált, illetve hát akkor már nem kitaláltad, hanem nem, akkor már tettek akkor így megfogalmazódott bennem, hogy itt próbáljuk meg ezt így csinálgatni. Aztán akkor éjjel-nappal, hát aki így Veszprémbe járt, vagy valami, vagy így nyáron sokat volt Veszprémbe, és az utcán így mozgott, akár most mondom a helyszíneket, Szikvíz parkoló, Szikvíz, Kossuth utcán, akkor az ott elcsíphetett egy-kettőt, mert nagyon sokat csináltuk, de ezt az előző műsorban, azt hiszem, talán Menta volt az előző műsorban, ha jól tudom? Előző műsorban DJ Bucival ringattuk álomra a kedves hallgatókat, mert kibeszéltük a világot is, előtte pedig Animal Cannibals, aztán talán előtte. Akkor jó, mindegy, de Mentával beszéltük, hogy ebből még lesz egyszer majd valami, és a többiek így röhögtek, hogy semmi, meg hát akkor persze, tudod, mikor próbálkozik az ember, akkor nagyon elesett, tudod, mikor valaki elkezd freestylezni, és próbál egy-kettő ütemet összevarázsolni. Hasonló dolgot. Tehát én is körülbelül így próbálkoztam a beatboxon, majd a legelső, mi volt ez Veszprémbe? Nem az a baj, nagyon régen volt. Veszprémbe jártál ugye középiskolába, vagy hát gimnáziumba. Igen, gimnáziumba Veszprémbe jártam. És hát akkor ott az ottani partikon elég gyakran felmerészkedtél. Hát ezt így nem mondanám, hogy elég gyakran, de úgyha esetleg volt valami kis nit, vagy valami kis szünet, vagy éppen mikrofon így hirtelen ment a freestyle közben, akkor én is így belepofátlankodtam egy kicsit, és hát kisebb-nagyobb sikerekkel valamikor jó passzba voltam, amikor nem sikerült, tehát ez ki, hogy de. Na akkor gyorsan három üzenetet a salatamagazin.com-ról, jó? Azt mondja, hogy ma esti saláta, salátában szeretnék kérni egy számot, ha belefér, ha nem, akkor is kérem,
MC Gőz az égben fent, küldeném Vas Józsefnek és Szűrszabó Leventének, mert utálom őket. Ha ezt lejátszátok, akkor A, olvassátok a topikot, B, jó fejek vagytok, C, a németek kompromisszum készsége egyelő a nullával. Ha nem, akkor jövő héten megint kérem, majd akkor már SMS-ben is, és ezt vehetitek fenyegetésnek is. Egyébként meg vagyok a mindennel elégedve, színvonalas az oldal és a műsor is, csak így tovább, lányok, fiúk. Scotty Shepherd írta ezt nekünk. Hát köszönjük szépen, az van, hogy az MC Gőz égben fent, az most biztos, hogy nincs itt nálam, de valamit majd nézünk. A Balástól aztán Kámor 73, hogyha jól mondom, ő írta, hogy én is kérnék egy számot, Revolution Freestyle Beatbox Show Zalát. Van ilyen számod? Nem tudok róla, de valamit összedobunk. Lehet, hogy el fog készülni. Sajnos még nem hallottam a srácot, majd most egyébként kérdeznék is egyet, honnan a Revolution név, forradalmár leszel a magyar beatbox életben? Hát szerintem már most, az ez csak így én fűzném hozzá. Hát remélem, mert Riszkének is jót tesz egy kis verseny. Ja, és DJ Revolutionhoz nem fűznek rokoni szálak? Semmi. Talán én bőrszínben. Is, talán maximum bőrszínben. Hát igen, erről is majd még eltünk szót, erről az ominózus eseményről, ahol, amit ugye elvittél így pálmailag. Uh-huh. Aztán Csöpi kérdezi, a kérdésem az volna, hogy mikor lesz ismét egy szlovén túra. Hát ez nem tudom, hogy Csöpi, mi Csöpi, lehetett. Erre válaszom az, hogy a Nagyi csinál szendvicset, akkor szólok és megyünk. Ja, tényleg hallottam, hogy a nagymamád annyira nem rossz konyhát vezet. Hát most annyira nem rossz, ezt a Csöpitől kéne igazán, ha még egy PÜ-t bevés, hogy kicsit írja le, hogy igazából milyen a Nagyi konyhája, meg milyen cuccokat. Na most akkor gyorsan így bele szabad futni így nagy hirtelen? Mibe? Ebbe a kajás dologba, vagy inkább abszolút, hagyjuk? Abszolút. Na szóval volt ez az ominózus tavalyi Hoopstars, ami Veszprémbe került megrendezésre, ez egy ilyen kosárlabdás találkozó. Elvileg kétnaposra akartuk, de aztán tavaly előtt volt kétnapos, és most egynaposra sűrítettük össze, és hát a kosárlabda találkozóra így a pólókat olyan közelségből, mint Szlovéniából kellett elhoznunk, és hát úgy volt, hogy előző nap indultunk, tehát ilyen tulajdonképpen versenyt futottunk az idővel, és volt rá, mit tudom, 20 óránk, hogy oda-vissza megjárjuk, vagy most mondok valamit, már nem emlékszem pontosan mennyi volt, és Csöpi ugye előző nap lejött. Na most azt tudni kell Csöpiről, hogy annyira nem lassan vezet. Az hagyjám, de inkább gyorsan. Igen, de csak visszafele vezetett. És három nagyi szendvicsel megy 100-on. Az hagyjám, de egy nagyi szendvicsel nem boldogult így visszafele úton, tehát így az most igen. Gondolhatod, hogy mi volt. Ugye most éppen ma kóstoltam meg a híres kecskeméti hamburgert, de most az se volt nagyon rossz, de a nagyi szendvicsel... Hát készült nagy... egy-két fotó, mikor megláttad. Igen, ez elég kevés volt. Hát ezek majd láthatóak lesznek a fórumban, igen, vicces. Ez elég brutális, tényleg. Ez de akkor most jól laktál, minden oké. Okay. Most nagyon jó vagyok, itt még kortyogatok egy-két ásványvizet, és akkor így innen jó lesz. Na, figyelj már, Revolution közben, tényleg azért egy pillanatra térjük vissza a normális dolgokhoz. Mióta érzed úgy, hogy nagyjából már beatboxnak nevezhető az, amit művelsz? Hát szerintem egy olyan háromnegyed éve, fél éve talán. Na most vicces, hogy éppen ugye beszélgettünk délután, amikor megérkeztél Kecskemétre, hogy ezt mondtam neked, bár akkor te ezt nem mondtad nekem. Nem, de... Én ugye azt mondtam neked, hogy hát én úgy érzem, mert sok helyen láttalak, hogy cirka egy olyan fél éve, háromnegyed éve, igen, úgy nagyon-nagyon oda tetted hát magadat. Fogalmaznék úgy, hogy addig úgy forrogatott a dolog, és most így még jobban megindult. Tehát ez ugyanez, mikor valaki elkezd valamit csinálni, az elején így megvan egy-két dolog, de még nem az igazi. Na most én úgy érzem, hogy most jött el az igazi, hogy már így egy ilyen komplett kis show-val ki lehet állni, vagy akár egy parti közepén így bele lehet pofátlankodni a mikrofonban nélkül, hogy esetleg lehúznám a közönséget azzal, hogy én ott prüntjögök vele, tehát azért ebben is elég nagy kockázat volt az elején, de úgy vettem észre, hogy pozitív visszajelzések vannak, és hát jó, hát mikor mi, persze ez partitól is, illetőleg közönségtől és tőlem is függött, hogy mennyire sikerült oda tenni. Valóban egy olyan fél éve, háromnegyed éve így összeállt valami, egyébként múltkor Artos Csével beszélgettük egy szombathelyi fellépésen, és ő mondta, hogy na most érzi úgy, hogy most valami összeállt bennem, és hogy elindult, megmoccant, és most kell elkapni, tehát ütni a vasat, amíg meleg. Na akkor gyorsan egy SMS a 0629414020-ról. Hi, Fanka, mutassunk egy magyar ragát, például Jamaica Homoka, kérdőjel a végén. A Diaz sikerült megszerezni, kösz szépen, Mota, akkor ezek szerint te voltál az a srác, aki a Majárisba odajöttél hozzám, örülök neki. Diazra érdemes odafigyelni, amúgy még a Salátába is lesz hallható, egészen biztos vagyok, hogy benne, hogy nem egyszer. Hát most nem Jamaica Homoka lesz, hanem Connections és Sorsok, sok S betűvel.
és utána pedig, hogy ne csak a levegőbe beszéljünk, illetve hát az éterbe, jön a Revolution Zalácsó partván egy ilyen kis másfél perces nit, ebből a műsor folyamán több ilyenre is majd sor fog kerülni, úgyhogy hegyezzétek a füleket, tehát Connection sorsok, addig lehet nézgetni a salatamagazin.com-ot, ahol van internet, vagy írogatni a 0-20-9-4-14-0-20-ra. Gyerekek, ne felejtjétek, hogy ma még négyedik sehol nem hallott track is lesz, úgyhogy évfélig itt elég izgalmasak lesznek az események. Revolution a vendégem, a jelenlegi magyar beatbox, illetve Size Clash, vagy mondjam csak simán beatbox. Mondjad beatbox, beatbox bajnoknak, aki minket a világbajnokságon képviselni fog Magyarország színeiben. Connection sorsok. Jó mondtam? Minden abszolút oké? Kiállóan. Akkor nyomjuk. Hadd szóljon. Ez itt a saláta, a music itt nem para, nem netz. Ladies and gentlemen. Fagyosom saláta. Raga. Ooh, like a Percy, 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 but gonna find a party, party, party. Sexy, sexy, Percy. Follow me, follow me, follow me. Percy, 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 but gonna find a party, party, party. Sexy, sexy, Percy. Follow me, follow me, follow me. Csolata is my best friend. Kőházi Ferenc és a kedvenc muzsikái. Kedvenc muzsikái. Kedden este 10-től a Salátában. Saláta, hogy hozzászólj, kezdeményez hanghívást, vagy küldj rövid szöveges üzenetet. Vezetékes telefonszámunk 76-os körzet 414-010. SMS számunk 0620 9-4-14-0-20. Nagyon el vannak kényeztetve hallgatók a mai salátában, nem Revolution, mert most hallhattak a Beat Supportról egy Landis Iska tracket, ugye egy olyan lemezről, ami még ki se jött. Hát. Tehát full exkluzív, hallottak tőled egy igen-igen komoly saláta kis bemutató, de erre még durvábban rá fogunk tenni a mai adásba, úgyhogy nem mondom, most azért hájjal vannak kenegetve azok, akik ránk fülelnek. Revolution. Ott tartottunk, hogy olykor-olykor sikerült elkapnod egy-egy mikrofont, és akkor így próbára tenni a szárnyaidat. Mik voltak az első komolyabb színpadra állások, vagy egyáltalán voltak, vagy rögtön mély víz, vagy akkor most hogy állunk, mert hogy annyira pici az időintervallum. Ugye? Igen, igen, tehát, igen. Tehát, hogy ez nem érdekes igazából. Valóban. Hát remélem, nem az a kezdők szerencséje. Nem, Isten, felett se tudja, majd kiderül. Na. Hát az első ilyen egy káosz buli alkalmával volt, amikor egy vezeték nélkül mikrofon így hirtelen beúszott a tömegbe, és elkezdett körbe-körbe járkálni, majd valaki, nem tudom, talán az Olá, vagy az André így a kezembe nyomta, hogy na most akkor te fogsz beatboxolni egy kicsit, és így mondom, úristen, már most hirtelen, és akkor elkezdtem egy-két ütemet, majd föltuszkoltak a színpadra, és egész jól sikerült. Szóval ez így a legelső ilyen beatbox fellépés, hogyha lehet így mondani tulajdonképpen, és próbáltam olyasmit csinálni, ami akkor még, tehát nem akartam olyan nagyon durvát nyomni, abszolút ilyen, olyan dolgokat csináltam, ami akkor még megy, teljesen jó, nem keveredhetek bele, nem lehet semmi gáz, ha a mikrofon jobb, be van lőve, már pedig be volt, és akkor ilyen kis alapot, aztán talán a Punjabi MC-t nyomtam le, ez a Monty and the Bucke számot. És mindenki legnagyobb megelégedésére. Igen, mindenki, ezt is lehet, és akkor tök jó, bár előtte már hallották Riskét, tehát így nyugtáztak, hogy jól van, lesz itt talán valami, és tulajdonképpen ennyi. Na most akkor szerintem ugorjunk is rögtön ez az ominózus rendezvényhez, ugye ez a Szabotás valahanyadik, negyedik volt, igen, talán, ötödik szerintem, ötödik, és igen. Ugye ott volt megrendezve ez az országos bajnokság, azt hiszem, hogy ez volt a titulusa, ugye? Igen, igen, igen. Így igen, van. Igen. Na most
hogyha jól emlékszem, bár nem vagyok teljesen biztos, hogy javíts ki, hogyha nem így volt, hogy ide kellett előre beküldeni, ugye, anyagot? Hogy... Igen, tulajdonképpen úgy volt, hogy voltak meghívott versenyzők, mint Busa, QC, Mr. Nose, Riske, illetőleg én, vagy most hülyeséget mondtam, tehát a Busa nem, hanem a QC volt kiírva, ők, tehát nekünk tulajdonképpen, ha beszéltek többes számban, nem kellett beküldeni, mert minket úgy hallottak itt-ott előtte partikon, mit tudom én, tehát itt tulajdonképpen garantálva volt az, hogy valamit már, ha lehet ilyen nem nagy képűen mondani, de letettünk az asztalra, és a többieknek kellett beküldeni demót, volt egy-kettő sajnos, ennek aki... Ennek ellenére volt olyan, ja, bocsánat, hogy akkor mondjad, pontosan szerintem én egyre a pozitív részét akartam mondani, amit beszéltünk, hogy például ugye Gary Skills-nek én magam segítettem ugye elkészíteni, igen, a demóját, igen, és igen. Ő egy nagyon kellemes meglepetés volt. Abszolút, hogyha jól hát tudom. Én amit hallottam tőle, hát az csak pozitív, szóval ez ilyen irányba halad. Viszont akkor volt olyan, aki nagyon-nagyon óvatosan teljesített, hogy hát szépen volt, de tulajdonképpen nem tudom, hogy ő küldötte be demót, vagy uh-huh. hogy volt igazából, vagy a demót hogy állította össze, nem tudom, de volt, lehet ezt mondani, bár nem szeretem ezt, hogy gyengé produkciókat is hallhattunk, de ez az olyan szempontból más, hogy mondjuk a többiekhez képest. Tehát a sráccal semmi probléma nincs, ezen a szinten jár most éppen, viszont volt egy-kettő hatalmas meglepetés, és itt most akkor ki is emelnék egy srácot, a Hókról van szó, nem tudom, hogy őt mennyire, vagy mennyire láttad a képeket, egy azt hiszem pont 17 éves srác van szó, aki tulajdonképpen a döntő előtt így küzdtünk vele, tehát azt hiszem az a közép döntő, ha jól tudom. Igen. A közép döntőt vele vívtam meg, és hát nagyon keményen megizzasztó, szóval olyan brutális drum and bass, meg ilyen csúsztatott törtütemeket csinált, és már nem tudtam vele mit kezdeni, már lefújtam sprével, lelőttem pisztollyal, géppuskával, szóval ez nagyon most, ez teljesen ilyen drámai dolog ám amúgy így, hát most már szinte számomra is azt kell, hogy mondjam, mert most tényleg csak egy nevet, akit már említettünk itt a mai műsorban, de azért sokat tudnék mondani, tehát ott van például Diaz, vagy Béta ugye 16 éves, Diaz 17 éves, akkor te mondod, hogy ez a fickó is 17 éves volt, na most te vagy 21, én 22, és már öregnek kell, hogy érezzük magunkat. Hát látod tulajdonképpen. Ez teljesen vicces. Hát ez erről szól. Tehát magyarul fel kellett gödni akkor a gatyát. És akkor... is, és a srác abszolút, most elárulom ezt a kis kulisszatitkot, hogy úgy került be, hogy mondta, hogy hát ő nagyon szeretne jönni. És hát mi megmondtuk, hogy jó, hát egyébként is ugye Busan sajnos nem tudott eljönni valami miatt, meg a QC is. Hát mondom, akkor persze simán befejezi, és hát azon nem újjon semmi. És majd tulajdonképpen az is volt, hogy a kuka előtte meghallgatta. És mondta Kuka, hogy tök jó dolgokat csinál. És azt nem mondom, hát mindenki kíváncsian várta, hogy végre egy jó beállított Shure mikrofon szépen belenyomhassa a dolgot, amit kellett, és mondom, nagyon jó dolgokat csinált. Szóval egy mindenki ámult, így Riskel azonnal, amikor volt, ugye minden, úgy volt az elején, hogy egy-két percet kellett nyomni mindenkinek, és akkor utána egyből két ember kiesett, és hát mikor a srác jött, azt hiszem talán ötödik vagy hatodikként jött, tehát ugye tizen voltunk, és hát a Riskel azonnal összenéztük, hogy ajaj, hát itt baj van, hát ez mit csinál ez a kis srác? A jó élet. Hát csinál lett volna, hogyha lemos titeket. Fú, hát ez, de figyelj, egyébként ez egy olyan dolog, hogy mindig van egy jobb. Szóval én ezért furcsa tulajdonképpen ezek a beatbox versenyek, vagy az akármilyen freestyle, mert ez a jelenlegi állapotot tükrözi. Nem azt pedig, hogy most Magyarországon igenis te vagy a legjobb, hanem... Hát azt hiszem, hogy ez sok mindenre rá lehet húzni. Jó, pontosan. Abba a helyzetben te volt. Ez ugye pontosan, mint egy boxmérkőzés. Lehet, hogy te sokkal jobb vagy, de akkor éppen nem tudtál annyira koncentrálni. Akkor te jobbat aludtál, vagy... Szerintem ez vagy is. A Riskei rosszabbat szexelt előtte, és ennyi. Ez az ő dolga, szóval... Na, azt mondja, hogy mit akartam még kérdezni ezzel kapcsolatban. Igen, tudom már, hogy tehát akkor a döntőt azt ugye ketten vívtátok. Pontosan. Én nagyon örülök egyébként neki, szóval pláne, hogy összekerültünk, meg én nagyon régóta talán, hát mikor egy olyan fél éve nem találkoztam, akkor vele is beszélgettünk, és egy kicsit meg szerencsére ott még volt idő, ugye a verseny kezdetekor is, és tényleg szóval Riskét is maximálisan tisztelem, és tulajdonképpen az első ilyen brutális élő felvételt ezt tőle hallottam, mert most már eszembe jutott, ez egy mikrofon próbán volt Veszprémben, amikor ő színpadra lépett, és olyan mélyet bele tolt a mikrofonba, hogy én körülbelül köpnyi nyelni nem tudtam, és azt mondtam, hogy hazamegyek palacsintát sütni, akkor ez körülbelül, ez is olyan 4 éve
lehetett, azt hiszem azóta megy, majd a mikrofon próba kinőtte magát, és most már káoszbuliként funkcionál, tehát mindenki tudja, hogy akkor miről van szó. Na hát akkor a fórumból egy-két hozzászólás. Ha. Rev, grata miskolci győzelmet, ez Uber King műsor volt Pécsen, mi volt az a baromi nagy zúgás, mert azóta sem jöttem rá. Hát gondolom gerjedt valami. Így van. Rajtad kívül is. Fanka, tolj már be Nusitól egy trekket, éljenek a csajok, thanks. Hát figyelj, Nusitól elvileg van nálam valami, majd után nézek, és akkor lehetséges, hogy lesz. Saláta is my best friend. Na ezt látod, nagyon jól mondtad. Úgy volt. Míg 86 írta, hogy Respect Revolution. Figyelj, annyi respektet lesz, mint innen az a mész, hogy... Az hagyjál, remélem ezt a respektet megtartom egészen a világbajnokságig hát, is. Hát arra szükséged lesz, ez nagyon viszi. Ezt írta még míg 86, hát feltételezem, hogy arra pici kis szösszenetre gondolt, amit előadták nekünk. Csap írt, hogy Rev nagy itt a Gundel konyhájára. Visszük. De csak egy nagyon jó fizetés ellenében. Hát csak is. És Baller írta, hogy ez nagyon jó volt, nem is mondhatod, hogy te is tudsz, mint Rázel énekelni és közben dobolni, grat. Hát én azt hiszem, hogy ez manapság szinte már a nagyon nagyok körében ez alapkövetelmény, hát ugye? Hát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy igen, a versenyen is hallott például ezt, jó, most ez amit most csináltam, ez a Diana King Shy Guy dolog, ez pont a versenyen hallottam Sabertől, eddig még senkitől, tehát így interneten is kutakodtam, meg ilyen tulajdonképpen ilyen dancehall és raga beatboxot annyira még nem hallottam, és a Saber pedig ezt azt hiszem, talán a 2 percébe ezzel indított, és már az első fordulóba is, hát mondom, hát ez tök jó, és mondom, ezt valahogy meg kell tanulnom, és akkor így elkezdtem én is gyúrogatni rá, meg az egyik kedves ismerősöm Kiri föl is vette fényképezőgéppel, és vissza is tudtam nézni, meg kicsit visszahallgatni, úgyhogy itt kicsit rágyúrtam a dologra, de hát még ez is kezdetleges, még most van 1-2 dolog a tarsolyomban, meg amit szeretnék megtanulni, meg. Na, szóval. Figyelj, Revolution, volt egy olyan sztori, hogy egyszer a műsor után még bementem egy helyre, mert volt még ott egy kis dolgom az egyik saláta után, és volt egy kedves ismerősöm, és annak egy kedves ismerőse megkérdezte tőlem, hogy mikor fogok már végre normális zenéket játszani a salátába, és igazából nem akartam így ebbe így ilyen részleteibe beleférkőzni, hogy mire gondolt ő, hogy esetlegesen normális zenékre, de aztán addig mondta, hogy mégiscsak visszakérdeztem, és hát ő azt mondta, hogy hát például Snoop Dogg-ra gondolt, úgyhogy most akkor abszolút ilyen Revolution jelleggel Dr. Dre következik, és a next epizód, ugye, ami egy picit hozzád is kapcsolódik, mert jó pár műsorodban hallottam már ezt a igen, 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 igen. Ugye igen. Nem tévedek. Na, ezt most meghallgatjuk, utána jövünk vissza, ki fogjuk tárgyalni, hogy a Garrisonnal mit okoskodtatok ki, és aztán pedig hegyezni megint csak a füleket, mert jön majd a Part 2 Revolution-től itt a salátában. Hallgassatok minket 0629 414 020, ez az SMS szám, valamint salatamagazin.com, ez az internetes oldalunknak a címe, ott a fórumba, hogyha a salata topikba írogattok be, akkor azokat interaktív jelleggel értékeljük, hát ez most nem volt a legmegfelelőbb szóra, de reagálunk. Lereagáljuk. Nagyon jó. És hát olyan dolgok lesznek még itt ma, hogy az hihetetlen. Meg fogjuk tudni Revolutionnek a polgári foglalkozását, ami szerintem igen sokak számára nagyon hát jó értelemben sokkoló lesz. Egy páran szerintem segre ülnek. Azt hiszem, hogy ez lesz. Aztán jön Spine-tól az érdemes kérdőjel című szám, amitől te is beseggeltél, mikor otthon igen, mutattam igen. Hát neked. Elég jó. Aztán jön a 7 zenéje Riddlertől, az hamarosan érkezik, valamint jön egy új Fluorid szám is, úgyhogy lesz még sok érdekesség a mai műsorban. Dr. Dre és Snoop Dogg. Next episode. Hold up. Hold up. Baby. Durva. A durvát hallottátok itt a salátában. Közben Revolution olyan táncot lejtett itt nekem, hogy én csak alig tudtam elkapni a gombokat. Csak egy kis szívolkot. Hát teljesen kész voltam. Gábor. Parancsolj. Hogy ilyen hivatalosan szólítsalak. Illetve Garrison valamit röpködik. Igen, itt egy elég nagy légy hozzám is betámad, de szerintem áthajtottam de hozzá. Remélem nem köpő légy. Nem tudom, kiderül. Na figyelj csak, az van, hogy majd amíg beszélsz hosszabban, addig majd ki fogom innen kergetni, szóval az van, hogy Garrison már említette a műsorban, hogy kifundáltatok valamit, sőt,
állítólag már volt precedens is arra, hogy, hogy ezt prezentáljátok. Egy kis showról van ugye szó. Pontosan egy beatbox scratch showról van, hát de nem size scratch, hanem beatbox. Beszélj addig a hallgatókhoz, legalább 10 másodpercig, addig kihajítom innen ezt a legyet, jó? Megpróbálom, nagyon jó. Hát tulajdonképpen arról van szó, hogy Garrisonnal egy olyan két és fél, három hónapja így kitaláltuk azt, hogy egy ilyen showt reprezentálunk méghozzá azért, mert ilyen nagyon nincs. Tehát jó, csináltak már Raps 50-ték, tehát a Executioners Kenny Muhammeddel egy ilyen nagyon durva harcot, ami, ahol Raps 50-en brutális sikálások és lemez megőrítés volt, és Kenny Muhammed pedig megpróbálta leutánozni, de mi ennél tovább menőleg még csinálnánk egy közös dolgot, hogy esetleg én viszem az ütemeket, ő scratch-e, majd ő összescratch-el egy ütemet, rádupláz, és én scratch-elek, száj scratch-elek, illetőleg rá beatbox-olok. Van még rajta mit dolgozni, fogalmazzunk így. Nem sikerült kivadásznom ezt a ravadékot, nem? Hát akkor... Ott csücsül a falon. Ez nagyon szuper. Amúgy miről volt szó? Igen, tehát Garrison, kanyarodjunk vissza, saláta.com. Jó, igen. Na most... Én ha most lelőhetem azt a nagyon pici kis poént, vagy akkor azt nem mondhatom. Lőd le most, lelőhetem? Lőd le most, persze. Na, tehát azt hallottam, hogy van egy ilyen nagyon kis aranyos fortély ebben a dologban, hogy van egy váltás a showban valamikor, amikor te hátramész a lemezjátszókhoz, valamint Garrison pedig elkapja a mikrofont. Igen, de hát mondta Garrison, hogy ezen még. Ezt kell még nagyon kigyakorolni. Hogy álltok? Mert állítólag te jobban... Fogalmazunk úgy, hogy duplázni könnyebb, mint beatboxolni. Világos, tehát akkor Garrison szenved, mint a kutya. Hát ez így ebben a formában. Nem igaz, most tanítgatom egy-két cselt, fortét mutatok neki, amivel úgy el lehetne kapni a dolgot, de egész ügyes és jó lesz. Hát figyelj, mondom, ha ez összejön, akkor ez akár talán még külföldre is megpróbálnánk vele kiutazgatni. Ez majd meglátjuk, hát az ez a jövő nem zenéje. Tűnik egy ilyen elérhetetlen álomnak. Most pedig akkor következik a 7 zenéje, ami egy Riddler felvétel. Most a Riddlerben nem buktam bele, igen, hanem a felvétel az. Kész. Jaj, igen. De jó. És a Holló című szám jön majd, úgyhogy mindenféle olyan tárgyat rakjatok jó gyorsan messze magatoktól, amivel esetlegesen az erejéteket fel tudjátok vágni. Revolution előtte sincs, azt a tollat rakd arrébb egy kicsit, jó? Ezt arrébb teszem, mert a tollat ez rakd arrébb, nehogy baj legyen. Sapkám élét is arrébb. És hát akkor ez lesz ma a hét felvétele. Ez egy, hát nem hiába lett, azt hiszem, úgyhogy legalábbis hallgassátok meg, nekem nagyon-nagyon bejött. Teljesen exkluzív a dolog, még sehol semmilyen formátumban, illetve semmilyen média felületen ez nem lett lejátszva, úgyhogy Riddler Holló, tulajdonképpen, ez a bocsánat, zenéje. Közbe szólok, ha MG barátom szavaival éljek, a zene gyilok. A zene gyilok, és annyit még, hogy ezekre a te, most már hozzád is bement valami? Valami van itt is egy szép nagy. Na, szóval annyi, hogy erre a Garrisonos dologra még pár mondat erejéig vissza fogunk térni, illetve hát a jövőbeni terveidre, mert azért van még egy-két dolog, okay, a tarsóban. Na hát akkor 7 zenéje. Jöhet? Mehet. Felkészültél? De kapaszkodjál, jó? Várjál, megpróbál. Okay. Következik a 7 zenéje itt a Salátában. Azt mondtam, nem mozdulj, különben meghalsz. Én meg azt mondom. Ez volt a 7 zenéje itt a Salátában. Kőházi Ferenc és a kedvenc muzsikái. Kedvenc muzsikái. Kedden este 10-től a Salátában. Salátában. Hogy hozzászólj a Salátához, kezdeményez hanghívást, vagy küldj rövid szöveges üzenetet. Vezetékes telefonszámunk 76-os körzet 414-010. SMS számunk 0620-9414-020. Azt mondták már neked, hogy kiválóan tudsz Hollót utánozni? Ahogy repül. Mindig annyira sajnálom, hogy nincs egy webkamera itt, vagy valami, mert azt azért be kell okosítani. Revolution komolyan utánozta Hollókat. Figyelj, csak olvassunk fel egy pár hozzászólást, okay, szerintem, okay, meg okay. SMS, mert el leszünk havazva velük. Míg 86 írta, hogy Dr. Dre az még jöhet, de Snoop szerintem már lejjebb hagyott kicsit minőségben. Hát ez nagyon nézőpont kérdése. Snoop szerintem egy alap örök mű. Én ezzel nem értek egyet. Én hát ezzel vitatkozom. Jó, valóban az új mód, az RNG. Hát az RNG az kicsit netz, igen. Igen, netz. Láttam egy nyilatkozatát, ahol kifejti, hogy ő feltalálta az RNG-t, az nagyon mondjuk ilyen szék alá borulós volt, de, de azért azt hiszem, hogy... Nem tudom, én mindig úgy tartottam Snoopot, hogy ilyen party arc, tehát szerintem hatalmas arc egyébként interjúkból, meg minden ilyen freestyle-okból is kiderült, és nekem a zenéje is ilyen, szóval én egy ilyen hát West Coast... Hát az új klip, hát a Science, hogy melyikre
gondolsz? Szerintem az, az leges, igen. legnagyobb 2005 zené. Én ezt most kimerem jelenteni. Figyelj, amikor gőzzel néztük, hát mondom, ezt nem hiszem el. Balázs is ezen a véleményen volt, és utána olvasgattam, hogy olyan fikákat kapottam, úgy az én a klip nem tudom is. Miért. Szerintem, én egyébként most viccet félretéve Justin Timberlake-ot is nagyon tehetségesnek tartom. Mert szerintem most ezzel is mindenki vitatkozhat, jó, de hát szerintem, figyelj, ez ugyanez, mint mikor Eminemet fikázzák. Hasonló példát Magyarországról is tudnék mondani, most igen. nem fogunk mondani. P írta, hogy éjjó, erre kevés lesz ez a két óra. Hát feltételezem, hogy gondoltál itt a beatboxokra is, meg mindenféle infóra. Igazad van, már most úgy érzem, hogy kevés a két óra, és már csak egy óránk van hátra, úgyhogy belehúzunk. Kámar 73 írta, remélem Eminem is lesz, ha már a real zenéknél tartunk. Ojjajjaj, hát ebbe nem menjünk bele szerintem, főleg, hogy Smiley nélkül írta, mert én abszolút realnek tartom a szó régi és mondani valós mi voltában Eminemet, van, aki esetleg nem annak tartja, azt szerintem, az szerintem nem jól tudja. Zana írta közben, hogy Gerivel mit csinált? Ebből indult ki a DJ betegsége sztori. Jó, hagyjuk. Ebben most menjünk bele. Okay, a végén meg a beatboxosok is ezen a véleményen lesznek. Hát, és igen, abszolút. De milyen idő van nálad a stúdióban? Nincs túl meleg, remélem most. Hát azért van bajom, de itt iszogatom az ásványvizet. Jól van. Hát nem kihúzom. Mondom, hogy Geri bemelegített előtte, akkor rosszul jövünk ki ebből. Az Ré, te nem Dri. Köszönöm szépen, Zona, puszi, ma Panni vagyok. Értettem, akkor innentől Panni. Megkapsz. Scotty Shepherd írta, Rev cseréje helyett a fankával nagyon kellemes a hangod, vagy micsoda? Ja, meg rosszul ragzottam, bocsánat. Igen. Nagyon kellemes hangod van, és választékosan beszélsz, meg tudsz is, mármint beszélni. Beatboxolni nem. Scott is. Nem leszünk ám jóba. Csak viccelek ám, a Feri simán így van jól, ahogy van, ezért szeressem őt, mert bevállalja a hibáit. Imádom, amikor összeakad a nyelve, funk a beatboxot. Hát aztán, igen, nekem nem is kell igazából rágyúrni. Hát tulajdonképpen cserélhetünk, tehát én bekonferálok, hogy te most beatboxolni fog. Tényleg nagyon kellemes hangod van, tehát ezt alá kell írnom. Azt most mondanám, ez is abszolút exkluzív jelleg, hogy ugye előtte nálam felvettünk egy-két okosságot, uh-huh. ilyen hét zenéje következik, meg két zenét hallottátok, meg Soláta is my best friend, Revolution verzióban, úgyhogy ahogy van nekünk ilyen nagyon jó kis okosságunk, majd közben megtalálom, ahogy Landi bemondja a telefonszámokat, így majd nem sokára most már Revolution is hallható lesz folyamatosan a Soláta. Ez milyen érzés? Teljesen örömmel tölt el. Na hát ez jó, azt mondja, hogy ez a track is jó, Fanka, nyertél egy hangszólót, és bocs, Revolution, az előbb elfelejtettem, köszönjük, de most respekt, Mota. Még egy respekt, Revolution. Igen. Hát itt már húzogatom itt az asztalon, a piros tollat közel. Hi, Zoli vagyok, épp szolgálunk és védünk. Egy számot szeretnénk kérni Cypress Hilltől, és küldeném az összes polgárőrnek és annak, aki szereti báj. Figyelj, Zoli, az van, hogy nincs nálam Cypress Hill. Ez a Dre is most egy ilyen nagy szerencse által került ide a tarsolyomba, de azért remélem, hogy találtok még a műsorba olyat, ami tetszeni fog nektek, úgyhogy szolgáljatok és védjetek, meg hallgassátok a Salátát szerintem nagy erőkkel. Azt mondja, hogy hi, nem a témához kapcsolatos kérdés, de mi annak a dancehall-os oldal címe? Kicsit a ragozásra budai bajok vannak dancehall-os oldalnak, ugye úgy kellett volna ragozni a címe. Hát figyelj, van egy olyan, hogy dancehall.hu, abban biztos vagyok, meg ma láttam még egy iszonyatos jó dancehall oldalt, Móman ajánlotta nekem, de nem tudom fejből a címét, úgyhogy majd valamelyik adásra elő kavírnyázom neked. Azt mondja, hogy még egy SMS, nagyon jó, nekem tetszik, állati a szövege, Brigi, ezt a Riddler hollóra írta. Brigi, hogyha jól nézem itt az időt, hát szerintem is nagyon jó a szövege, meg ezzel neked mi volt a véleményed? Nekem nagyon tetszett így. Hát nem a legnagyobb party track lesz be. Hát pontosan ezt akartam mondani, hogy ezt fellépésen kicsit kemény lenne bevállalni, mert lehet, hogy itt mindenki elővenné itt a késeket, a pisztolyokat és az egyéb alkalmatosságokat, és így legyilkolna saját magát. Nem, szóval viccet félretéve, tényleg egy ilyen elgondolkoztató. Még azt sem mondanám, hogy ilyen kocsiba hallgatunk, mert akkor egy-két baleset történik. Így van, de, így van. De ilyen tényleg, hát szinte, figyelj, az alapzenét nézzük, akkor szerintem meditatívnak is akár lehet mondani. Abszolút. Nekem pontosan ezért tetszett. Tehát nem is ez a... Én mondjuk nagyon szeretem az ilyen party trackeket, ami így elkapja a közönséget, és mindenki egyszerre hullámzik, meg ilyen hasonlók, de szeretem az ilyen kicsit elborultabb. Akkor most már engem is futtassunk már egy kicsit, jó? Jó, mert csak az én meg. Műsorom, nem? Meg néha igen. szoktam így próbálni ezt a dolgot. Hát ez így, hogy is mondjam így, ez olyan fura, hogy magamról beszél. A lényeg igen. az, hogy ilyen információ jelleggel mondanám, és tudod, ilyenkor próbálom elvinni szerénybe, de hát nagyon nehéz ezt a dolgot. Mondd az... bele, az előbb mondták, hát hogy pontosan ezért szeretnek. Hogy a Funkadelinek... tehát a Funkadelinek tulajdonképpen jövő héten, tehát minden egyes hallgatónak ajánlom, hogy jövő héten jön ki az új
lemeze. Igen. Az Isten hozott ördög viet címmel, hát szintén ilyesmi jellegű, ugye, mint a, amit Riddlertől hallottunk. Tehát így van. Azt hiszem, hogy, hogy az Isten hozott ördög viet sem lesz 2005 parti lemeze. Tehát nem a Dancissimo mellett fogjátok megtalálni a lemezboltokba, abban egész biztos vagyok. Sőt, szerintem, hogy lehet, hogy majd kérni kell direkt esetlegesen valaki arra metemet igaz eladót, hogy valahonnan bányász elő a pultalól. Na hát ez van, úgyhogy akkor most már ezt is elmondtuk, tehát jövő héten jön, ha esetleg érdekel így valakit. Van. Olyan nehéz ez nekem mindig így nehezemre esik így magamról beszélni, mert ez olyan, mert így nehéz kikerülni ezt a, ezt a nagy képű flash, nem? Uh-huh. Hát de figyelj, tulajdonképpen én is vezethetném a műsor, de akkor az nem lenne annyira izgalmas. Tehát... így van, meg hát lehet, hogy úti költségben annyira nem jönnék nem, ki nem, jól. Nem. Aztán maradjunk meg nálad. Baller írta, úristen, ez a Riddler track nagyon-nagyon jó, tud valamit az az ember. Hát akkor itt most húzunk egy egyenlőséget. Szerintem és akkor ebben megegyeztünk. Revolution. Tehát Garrisonnal mikorra lesz kész a műsor? Mikortól lehet látni? Hát, fesztiválokon lesz-e, vagy tervbe van véve? Próbálkoztok? Éjjel-nappal próbálkozunk. Mostanában, ami a legközelebb van, az a legközelebbi Chaos Party-n, ha jól tudom, azt mondja, 13-án lesz látható az egész dolog, ahol most tartunk, tehát ez sem már a végleges dolog, mert ez viszonylag sok munka van benne, meg ugye nekem a suli miatt nem nagyon van sok időm. Amit még mindig nem árulunk. Akkor se fogom elmondani, ha itt valaki, ha most bejön a kojsz és megver. Akkor lehet, hogy elmondod. Hát ezt ki tudja, igen. Jó, ebben most nem menjünk bele. Szóval ez egy ilyen kis elsődleges kezdeményezés lesz, majd szerintem a nyár folyamán fogunk nagyon keményen rágyúrni, mert úgy néz ki, nagyon sokat fogok tartózkodni Budapesten, mert én egyébként veszprémi vagyok, és akkor szerintem éjjel-nappal rámegyünk a dologra, és valami nagyon brutált próbálom kihozni. Szerintem nyáron is akár ilyen Budapest parádé vagy Szigeten is meglátjuk. Szóval nem tudom. Egyelőre most ami a közeljövőben lesz, ez tuti biztos, hogy ez a 13. Chaos Party, ahol Revolution. Mi nyomunk egy kis sót. Sziszka jön, és a halott Finucci, mert már megint nagyon sokat beszéltünk. Jó. És utána pedig jön egy picike kis beatbox, ugyanúgy, mint az előbb, úgyhogy készülj fel lélekbe. Sziszka, halott Finucci, ugye megjelent neki is az EP-je, és aztán megyünk tovább szépen egy pici kis beatbox-szal. Let's do it! Hey, ez itt a No Parabeef lesz táj a salátában, érted? Hallottátok itt a salátában. Revolution, akkor egy nagyon picit még hagy reklámozzam az új weboldalt, jó? Legyen úgy. Tehát elkészült az új weboldal, mondom még egyszer, aki esetleg lemaradt volna erről az infóról, salatamagazin.com, ez a címe az oldalnak, és ehhez kapcsolódóan egy SMS is gyorsan. Hali, hol tudok venni ilyen állati jó zenéket Kméten belül, vagy rendelni? Respekt emberek, Zsolti voltam. Egy Zsolti, az a szitu, hogy felmész a salatamagazin.com-ra, és ott regisztrálsz, és ott a fórumra ráböksz, akkor ott mindenféle infót be tudsz gyűjteni az emberkékről, valamint tehát a média menü
menüpont az még készül. A média menüpontban azoktól az előadóktól, akik általában hallhatóak itt a Salátában, nyilván magyar előadóktól lesz elvileg egy-egy vagy egy-két ilyen szabadon letölthető track, úgyhogy elvileg magadba tudsz majd szívni mindent, és aki nagyon tetszik, annak az elérhetőségét meg fogod találni ott a fórumon belül, hogyha megnézed, van direkt ilyen részleg, ahol magyar előadókról van csak szó, meg van csak külön külföldiről, meg mindenféle, és akkor ott meg fogsz tudni mindenféle információt, tehát salatamagazin.com. Ez lett volna, amit mindenképpen szerettem volna nagyon elmondani. Szuper. Na, szóval ez volt a Florid Mi legyen című nóta, ami szintén még eddig sehol nem volt hallható, és hát ez is egy vadi új dolog, ami még ilyen teljesen szuper, és ilyen full titkos lesz, az még a Spine track, ami ma este el fog hangzani. Revolution. Ott tartottunk, hogy hát így körvonalazódott benned, ugye még csak ilyen szinten lehet róla beszélni, egy lemez. Pontosan. Amiről meséltél nekem délután, hát akkor most foglald össze egy igazából. Megosztanám a kedves hallgatókkal így, is. Hát így gondoltam. Tulajdonképpen. Igen, hát ez körülbelül, mikor is ezt mondja, hogy hát igen, ez is egy ilyen fél éve, háromnegyed éve rágom az agyamat azon, hogy kéne egy ilyen saját lemezt így kidobni. Egyelőre gondolkoztam, hogy valami hasonlót, mint Rázel, hogy ilyen kis koncert, illetőleg fellépésekből összevágott lemez, de hát mondom, hát az mégse nagyon jó, és akkor hallottam először, vagy hát nem tudom, így addig nem nagyon figyeltem erre a számra, a Gőzinek a Hogy vagy című számára. Az egyik kedvencem. Az nekem is tulajdonképpen, és nagyon megfogott. Szóval ez a dallam, ez a ami van benne, ez elég jó, meg így nagyon szépen beletúsztatva minden dobok is, és stb. Tehát az egész zene felépítése szerintem nagyon jó, és mondom, hát ezt megpróbálom leutánozni, majd utána Gőzt megvicceltem, mert volt egy ilyen kosárlabdás találkozó télen Siófokon, és így hirtelen belenyomta a mikrofonba, mire erre tetszését nyilvánította ki, hogy te szemét, körülbelül ennyi, és mondom akkor jó, ezt azért kéne folytatni, majd egy-két partin így még összeakadtunk, és akkor én lenyomtam az alapvető rámondta a szöget, tehát így előadtuk kicsit a számot, és mondom, körülbelül akkor fogalmazódott meg bennem, hogy szeretnék majd a későbbiekben, hogyha lesz rá idő, meg a Garrisonos téma is szépen úgy egész értékeltőre kiforja majd magát, hogy egy olyasmi CD-t szeretnék, hogy magyar előadóknak az instrujait így szépen betanulgatni, és akkor összedobni egy ilyen nagyon brutal featuring CD-t, ahol mindenki szépen felmondja a magáét, én pedig beattel alátámasztanám az egész dolgot. Lesz rajta elvileg Vangadeli is. Elvileg, de nem biztos. Ugye, hát ha mutattam neked a lemez anyagát, igen, délután igen, ottan, igen. És akkor az volt egyik, egy nóta. Az egyik zene az nagyon megtetszett, ilyen, nem mondom, hogy az, de kicsit ilyen G-funk vízhangja hát volt a dolognak. Attól egy fokkal jazzesebb volt. Pontosan azt akartam mondani, és mondom, hát amúgy az esélyes. Amúgy jól kiszúrtad, mert az egyik videoklip nóta lesz. Na, amúgy. Hát akkor valamit hát, éreztem. Jó, beleszagoltál egy kicsit. Fanágyam. Most közben azt néztem, hogy a Nusi track az úgy van itt nálam, hogy egy olyan CD-n van, hogy nem biztos, de nem vagyok benne biztos, hogy az a track lesz az úgy. Hát most próbáljuk meg. Belehúzunk egy kicsit ebbe, utána pedig a következő blogba végre, akkor valahára eláruljuk, hogy mit is csinálok én valójában. Van, mit is csinál Revolution valójában. Te láttad, hogy mekkora ez a dög? Azt hagyjam, de nálam mi van? Hallod? Hát ez olyan szinten nyomul, hogy itt repült körülöttem, és komolyan eltakarja itt a világítás. Na, akkor jöjjön ez a track, elvileg Nusi. Nem esküszöm meg rá, de hogyha jól bökök, akkor Nusi itt fogjuk hallani. Próbálja. És utána jövünk vissza, egészen évfélig reppeskedünk Revolutionnal. 0629 414 020, ez az SMS számunk, a Gong Rádió weboldala gongradio.hu, ahol ugye tudjátok interaktív, hanem online, hát összekeverem már ezeket. Igen, a menőszavakat, ez hallgatni az adást. Mondjuk ez ugye egy kicsit ilyen paradoxon mondani egy olyannak, hogy mi a weboldal, aki már amúgy is hallgatja az adást, tehát mindegy. Salatamagazin.com, ez pedig az az oldal, amit igen erősen kell nézegetnetek. Mondanám még ehhez kapcsolódóan, hogy jövő héten Raptors interjú lesz, a jövő hét utáni hét, gyilkold meg, azt nem, az lesz, most már ezt nem érdekelnek az állatvédők sem. Benyomod szóval a tracket és ráugrok. Salatamagazin.com, jövő héten Raptors interjú, jövő hét utáni héten pedig Flegmadox interjú, minden héten fog érkezni egy magyar interjú, illetve hát egy-két hetenként pedig külföldi interjúk és cikkek is, úgyhogy na, akkor bökök, jó? Próbál. Figyelj, próba szerencse, valami lesz. Valami lesz. Ez az. Igen.
Saláta is my best friend. Na szóval volt az egyik ilyen tévéadón, ami ugye az egyik legnézettebb tévéadó. És nem mondjuk ki a nevét. És nem mondjuk ki a nevét. Egy műsor, ami hát szerény véleményem szerint, és most nem leszek objektív, néha ugye van ilyen, hát igen-igen szánalmasra sikeredett, úgy, hát úgy ahogy artikulálta, pont olyanra sikeredett, aminek az volt ugye az indítatása a műsornak, hogy mérjék össze az operai énekesek, illetve hát a rappes gyerekek, hogy így mondjam, a tudásukat. Na most hát szerintem, aki hardcore saláta hallgató, illetve hát valamennyire a hazai rap élettel képbe van, az azzal is képbe volt, hogyha belenézett az adásba, hogy hát igazából nem túl optimálisan volt lefedve ez a szféra, hogy most szépen fogalmaztam? Igen, fogalmazzuk így, hogy nem a dísztársaságot nem sikerült. Dísztársaságot sikerült meginvitálni a rappesek oldalára, ennek ellenére a másik oldalára viszont abszolút. Hát ott, ott nem volt mese. Na most, hogy hol jössz te a képbe, ez igen érdekes, meg először talán viccesen is hangozhat, ugyanis az az úriember, aki vezette az opera énekeseknek a csoportját, mondjuk ki a nevét. Sólyom Nagy Sándor. Tehát a Sólyom Nagy Sándor bácsi. Kossuth Díjas kiemelt művész. Így van. Ő, aki számomra amúgy egy abszolút szimpatikus úriember volt, és amilyen tisztelettel beszélt azokkal a srácokkal, annak ellenére, hogy azok mit produkáltak ott, bocsánat, igen, a személyeskedésért. Hát ezt ki kellett mondani. Tehát annak ellenére olyan tisztelettel beszélt ők, hogy 100%-osan le a kalapon, na most ez az úriember, illetve ő, de ez az úriemberben még annyira nem voltam netz. Nem, teljesen korrekt volt. Ő a te fő mentorod. Tanárom. Tehát tulajdonképpen akkor most már mondom a lényeget, én a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre járok, harmadéves operaénekes tanhallgató vagyok. Ez még most is mosolyognom kell. Igen. Ebben pontosan az a trükk, hogyha valaki ismer, vagy azért láttatok egy páran, hát kimondottan nem nézek úgy ki, mint egy operaénekes, és lehet, hogy ezért van a Revolution név, hogy egy forradalom, hogy tulajdonképpen a komoly is, illetőleg, ha szabad így mondani, a könnyű zenei határvonalat így áthidaljuk, vagy összekössük a kettőt. Azt mondanám, hogy amiket délután felvettünk, ilyen salátás dolgokat, ott van egy-két ilyen opera énekes beütés is, úgyhogy azok is hallhatóak lesznek majd az elkövetkezendőkben. Hát figyelj, hol is kezdjem tényleg? Hát ez ilyen elég jó dolog. Hogy kerültél oda? Szinte egy pillanat alatt én észre se vettem. Na, komolyra fordítva a szót, azt mondja, hogy most vagyok harmadéves, akkor azt mondja, 5 évvel ezelőtt kezdődött az egész dolog. Hát tulajdonképpen énekelni mindig is szerettem. Szóval tehát megvolt ez a hangutánzás, meg mit tőlem, amiről még a műsor elején beszélgettünk, hogy ez a rendőrakadémiás dolog, de az éneklés az valahogy mindig ott volt, és zenei általános iskolába is jártam, tehát a kötelező kórus, meg ilyesmi dolgok azért képbe voltak, azt mondtad, hogy neked is, te is énekeltél kórusba, alt stb. Voltam, Katinénél. Én szintén, de nem Kati néninél, de semmi gond. És hát akkor úgy kötelező volt, és úgy nem nagyon. Majd elkerültem gimnáziumba, mellett egyébként hegedültem is, tehát én 9 évet komoly zenével már előtte így foglalkoztam, tehát hegedű viszonylatban, és hát mondom, elkerültem gimnáziumba, és annyira hiányzott a komoly zene, hogy ezt nem bírod elképzelni. Tehát az mikor így mit elmész egy buliba, és síri csönd van, és mondjuk már 3 óra síri csönd van, és mikor meghalld az első hihetetlen nagy party tracket, most nem akarok nevet mondani, teljesen mindegy, és hát az a megnyugvás, hogy na körülbelül ez volt, mikor az egyik gimnáziumban a testnevelés tanárnőm mondta, hogy hát már nem bírtam ki, és már kezdtem énekelgetni így az öltözőbe, és mondta, hogy te, Gábor, hát neked nem az a baj, hogy énekelsz, hanem még jó hangod is van, úgyhogy gyere el velem kórusba. De mondtam, hogy akkor simán, tehát szó nélkül, és akkor ugye egyébként Veszprém vagyok, és a Veszprém Város Vegyeskarába elvitt, és ott ugye felvételiztem, fölvettek, 2 évet ott énekelgettem, külföldön is, tehát mondom, ez abszolút kórus dolog volt, majd az első év után, pontosabban 3 évet csináltam ott, bocsánat, majd az első év után
úgy éreztem, tehát volt egy Ötvös Károly nevezetű úriember, aki mellett ültem a kórusban, és hallottam, hogy hát ő valahogy teljesen máshogy énekel. Tehát előtte is hallottam ilyen opera felvételeket, de hát az ugye nem olyan, mikor közvetlen melletted énekel valaki ilyen technikával, és hát mondom, hát ez fantasztikus, meg ő énekli a szólókat, hát mondom, ezt nekem ki kell próbálnom, és úgy lopva, hogy a próbák során elkezdtem utánozni, majd addig forrt a dolog, hogy már nem bírtam tovább, és úgy rákérdeztem, hogy ugyan már ezt hol lehet tanulni, és akkor mondta, hogy hát ő oktat is, és egyébként észrevette, hogy én itt próbálom utánozgatni, és mondta, hogy nagyon szívesen foglalkozna velem, majd sikerült ez a felvétel, tehát hozzá is felvételiztem, és beiratkoztam a aktuális zeneiskolába, ahol ő igazgató is, meg egyébként tanít is ilyen magánéneket, és két évet dolgoztunk, egy pár fellépés, kis koncertek, és hát mondom, addig forrta ki magát, hogy azt mondtuk, hogy na próbáljuk meg akkor a Zeneakadémiát. És az érdekes dolog, tulajdonképpen a sors... Ezt most azért kicsit így elszerénykedted, mert hát ez most nem így megy, hogy próbáljuk meg a Zeneakadémiát, ez érdekes. 7 ember nyert oda te csoportodba. Hát igen, a mi csoportunkban 84-en voltunk, vagy 86-an, bocsánat, és abból 7-et vettek föl, tehát azért és elég... abból ugye már, ahogy mondtad, már kettő ki ketten, is esett. Ketten pontosan ki is estek már. Öten vagyunk most az évfolyamban. Jelen helyzetben, de nem biztos, hogy ennyien el is fogjátok végezni. Hát az, hogy elvégezzük, az igen, csak hogy ki milyen pályát fut, szóval az mindenki ott azért, aki ott bent van, az már úgy esélyes arra, hogy kap diplomát, ha csak valami végtelen nagy hülyeséget, vagy tényleg olyan betegsége van, hogy egyszerűen nem tud énekelni, tehát csak ilyen kizárókok vannak, hogy ne kapja meg a diplomát, és mondom, hát ennyien felvételiztünk, hát elég kemény volt, de tényleg egyébként visszakanyarodva, hogy az elején tényleg úgy mentünk oda, hogy jó, hát megmutatjuk magunkat, meg előtte voltunk országos énekversenyen, Szolnokon, és ott negyedik helyezés sikerült elérni, nem tudom, is valami 30 vagy nem 35-40-en lehettünk, ott negyedik helyet sikerült elérni, és hát jó, hát próbáljuk meg a Zeneakadémiát, lesz, ami lesz alapon, és hát elég jól sikerült, amint az ábra mutatja. Hát figyelj, Revolution, igazából ezért nem tudok sok dolgot hozzáfűzni, csak annyit, hogy ez nem piti dolog, úgyhogy erről a részről is hatalmas gratulációmat kell, hogy fogad. Leütötted? Sikerült? Egy megvan. Jó van, de aztán majd az állatvédők jönnek rá, szuronyokkal, késekkel, úgyhogy hogy gyorsan akkor egy-két ilyen üzenet dolog azt mondja, hogy durvás volt a beatbox, még egy respect, Fred írt. Tehát figyelj már, most tudom. Beszámoljuk össze, jó? Jó, egy kezdetrek tényleg jöhetne. Hát figyeljetek, ez megmondom őszintén, rajtam múlik, hogy engem kell kövezni, úgyhogy kezdetet nagyon nem fogtok hallani a Salátában, ennek több oka is van. Volt velük salátailag egy kis nézeteltérés, ez köztudott, ugyanis meg volt a kíva a Salátába ide, mint vendégek, és hát elég negatívan nem tettek eleget ennek a meghívásnak, azt hiszem, hogy ebből nem kell titkot csinálni, és hát ezáltal valamint bizonyos művészeti eltérések által is igazából nem nagyon referálom itt a Salátában a kezdetfiait, úgyhogy nem nagyon fogtok itt hallani ilyesmit, ne haragudjatok, de bármi mást azt próbálok nyomogatni, ami a szájam ízének tetszik, és aktuális. Azt mondja, Csöpi, kiderülem ma még, hogy mit csinál a menyus, amikor nem rohangál a színpadon beatboxol. Hát kiderült. Akkor most derült ki. Pont jókor olvastam be ezt az üzenetet. Ha már ennyire beharangoztátok volt, ugyebár. Na hát akkor ezen túl vagyunk. Azt mondja, Kapor írt a drágalátos Bocskor Gábor 4 pont utána. Nem kommentálnám ezt az eseményt. Aztán azt mondja, hogy ciao, jó a műsor, küldjetek még beatboxot, meg Dinasztia tracket, köszi, üdv nektek és Zepónak, meg Motának, Geff vagy Jeff. Hát figyelj, az van, hogy Dinasztia biztos nem lesz, mert most jelen pillanatban nincs nálam, de Flegmadox már volt, úgyhogy remélem ezzel most így hirtelen kárpótoltalak, de Dinasztia még lesz elvileg az elkövetkezendőkben, sőt, hát nem elvileg, hanem egész biztosan. Aztán hoppá, pici személyeskedés Brigittől, Fanka, te hova jártál iskolába, MC Girls-t nem adtok? Léci. Hát én az Rínyi Ilona általános iskolába jártam 8-ba, aztán utána kadás voltam, de nem ott érettségiztem, hanem a Németh Lászlóba. Továbbiakban nem szeretnék belemenni ebbe a témakörbe, és utána pedig én a Magyar Rádió Média iskolájába jártam, és ott hangmester, hangmérnök
szakon, hogy így mondjam, végeztem, tehát én nekem arról van papírom, hogy itt nyomkodhatom a gombokat, ez azért megnyugtató, nem erre van szó, teljesen, tehát, abszolút. Tehát az, hogy beszélek is hozzátok, ez már csak a habatolt. Tehát fogalmazzuk úgy, hogy nem elég az én hangtónusom, de a gombokat nem tudnám nyomkodni, úgyhogy maradj te, és te vezest. Így van, meghallgatunk egy nótát, és utána Revolution beatboxol egy picit nekünk, aztán pedig jön utána pici beszélgetés, és aki akarja hallani azt az ultra mega durva spine tracket, az el ne aludjon, hát most mert már ne fog maradni róla. Úgyhogy figyeljetek nagyon. A média menüpont még készül, mondom még egyszer, a salatamagazin.com-on, addig a nightchat.hu-ról vagy a funkadeli.hu-ról tudjátok szintén a média menüpontból letölteni a saláta archívokat. Ennek az adásnak is majd az archív felvételét onnan tudjátok letölteni holnaptól kezdve, és hát pár napon belül a média is kész lesz a weboldalunkon, és akkor ott lesz az összes eddigi műsor, ami fel lett véve. Na kérem, akkor egy nóta, és utána pici beatbox. Okay. Kőházi Ferenc és a kedvenc muzsikái. Kedvenc muzsikái. Kedden este 10-től a salátában. Saláta, hogy hozzászólj, kezdeményez hanghívást, vagy küldj rövid szöveges üzenetet. Vezetékes telefonszámunk 76-os körzet 414-010. SMS számunk 0620 Na kérem, spine. Ez volt azért, oppá, nem húztam le a potmétert, az már itt indult volna a Back 65. Na, Revolution. Egy nagyon picit tényleg szőrmentél, magánélet. Beatboxon kívül van valami hobbid? Vagy mit csinálsz? Vagy hogy van? Hogy telnek a napjaid? Én kérdeztem tőled, hogy hányszor kell bemenni ugye a Zeneakadémiára. Hát én meg erre azt válaszoltam, hogy ilyen nappal bent vagyunk, éppen most ért hányszor véget. Hányszor kell kijönni? Igen, hányszor kell kijönni, hányszor lehet kijönni. Hát akkor emellett gondolom nincs ilyen nagyon más komolyabb elfoglaltságod. Hát az a baj, hogy ez olyan szinten kitölti az időmet, hogy tehát így mondom családra, ami tulajdonképpen elsősorban múltkor kiszámolt, családra sincs idő, múltkor kiszámoltam, hogy Veszprémben egy héten úgy 6 órát töltök ébren. Ez picit rímel, de ebbe nem menjünk bele. Szóval azt hiszem, hogy nem nagyon jó. Jó, mondjuk hát másokkal ellentétben valaki egyébként havonta jár haza, vagy valaki ilyen két havonta fél évente, szóval én még minek panaszkodok. Mondom, hát a magánélet az így most nagyon háttérben van szorítva. Ezt az év, tulajdonképpen ez a harmadik évem a Zeneakadémián, és ez a legkeményebb, szóval ezt kell minél durvábbra az év végét megnyomni, így nem nagyon van időm. Mellette még abban a boltban szoktam, hogy mondjam, tevékenykedni, ami Garrisont is szponzorálja, aki csinált egy-két jó bulit, és azt hiszem, hogy senki nem bánta meg ezeket a bulikat, úgyhogy aki nem tudja, miről van szó, az úgy is tudja, én meg úgyse fogom kimondani azt, hogy
milyen sztor, tehát. Normál. Egy-két üzenetet beolvasok. Jó, 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 oké. Azt mondja, hogy sziasztok, skacok, nyomhatnátok a kedvemért egy háborgatót a végére, köszi, és Grat Revolution, Lazy Boy írta ezt. Figyelj, Lazy Boy, az van, hogy nem hiszem, hogy, sőt, egész biztos vagyok benne, hogy ma nem lesz háborgató, mert múltkor Bucival is azzal zártunk, úgyhogy jövő adásban szerintem lesz majd, és akkor ezt pótoljuk, jó? Azt mondja, hogy P írta, hogy Fanka, hosszabbítást akarunk, ha nem, lecsapjuk a legyet a fejetek fölül. Hoppá, hoppá, megtette már előttetek ezt, Kojsz, sőt, az előbb egy darázs is beszállt. Levadáztak ők keményen. Olyan szinten vadászta le, hogy én kértem elnézést mindenkinek a nevében. Riddler, gratulálok, Revolution, eddig nem hallottalak, de nagyon durva, amit művelsz, elismerésem. Hát figyelj, Revolution azért most föltöltöttél, remélem, ilyen pozitív energiákkal. Elég jól igyekeztem. Míg 86 írta, én még sok beatboxot szeretnénk, hát figyelj, míg 86 már csak egy ilyen elköszönő blokk lesz, úgyhogy akkor hegyezd a fület, ha még jól akarsz aludni ma. Kámor 73, én is gratulálok, Rev, hihetetlen, hogy 21 évesen mindössze pár év gyakorlás után ilyeneket nyomsz, már értem, miért ez a neved, csak így tovább. Köszönöm szépen. Hát azt hiszem, hogy ennél dicsérőbb szavakat igazából nem is nagyon lehetett volna. Ciao, nekem is készülnek dalaim, hova küldjem, a kíváncsiak vagytok rá, James, Levi. Hát figyelj, Levi, megint csak azt tudom mondani, hogy csalatamagazin.com, és akkor ott azt mondja, hogy majd nem sokára kontaktmenüpont működni fog, szerintem az egy pár nap, és akkor ott lesznek mindenféle elérhetőségek, és akkor oda küld nyugodtan. Na, visszatérve hozzád, akkor foglaljuk össze, hogy mik voltak itt. Miről volt ma szó? Miről volt ma szó? Azt mondja, hogy ezt Úristen, most valami történt a rendszerben, ami nagyon rossz. Most már jobb egy kicsit, legalábbis. Igen. Én hallottam valami szörnyűséget. Nem, nálam semmi nem volt. Nálad nem volt? Abszolút, én hallottam volt valami szörnyűséget. Jó van. Na szóval volt egy olyan, hogy megnyerted ezt a magyar beatbox kupát, és hát akkor mész a világbajnokságra. Igen, Magyarországot. Én elég brutális showval készülök, hát ez is csak most mondom, most a suli az első, azt szeretném elég jól lezárni, hát ahogy erőm teljéből futja. Ezt mindenképpen, és hát a következő nem tudom, mi lesz. Szóval nem tudom, hogy milyen arcok lesznek itt ezen a világbajnokságon, nem tudom, hogy ki mivel készül. Egy-kettő ilyen videót láttam már így versenyekről, de hát reméljük valami értékes helyet sikerül elhozni. Első-második hely nem hiszem, tehát én mondjuk Miskolcra is úgy mentem, hogy nem igazán van esélyem, oda teszem, ami van, ahol éppen tartok, ezt megmutatom a nagy érdeműnek, és ennyi. Hát én amire elsősorban pályázok, az a best show. Tehát talán én tartom magam annyira betegnek és annyira őrültnek, hogy talán azt sikerül elhoznom. Nem szeretnék semmit elkiabálni, semmit tényleg nem szeretnék megelőlegezni, nem lesz megbundázva, ha véletlenül lesz, megnyerem, ezt most kijelentem, de mondom, a best show-ra nagyon pályázok, szóval az... Aztán Garrisonnal összeállítottatok egy show-t, illetve hát ezen még folyamatosan dolgoztok. Pontosan. Nyártól kezdve. Ez szerintem mi pont, igen, ilyen június közepétől, elejétől már valami értékeltőt is tudunk, már most is tudunk értékeltőt, csak egy ilyen komplettebb, összeálltabb dolgot. És hát ötlet szinten van egy lemez. Ugye? Így van. Hát ez inkább a jövő zenéje, szerintem erre talán következő tanévben, ha fogalmazhatunk így, tehát szeptember, október, november, le lehetséges, hogy télen, szóval ez majd meglátjuk, hogy hogyan alakul. A következő évben egy kicsit könnyebb lesz, akkor már nincsen sok bőrületes vizsga, meg nem, szerencsére nem kell olyan sokat bejárni, egy-két óra nem is lesz, meg ugye lecserélődik, úgyhogy talán jobban lesz időm kicsit mással is foglalkozni. Revolution, nagyon szépen köszönöm neked. Most meghallgatunk egy Back 65 számot, mégpedig a Bike-ot, utána pedig visszajövünk egy nagyon pici kis elköszönés erejéig, úgyhogy addig a nyelvedet még izzítsad. Aztán most mondom már rögtön, hogy jövő héten Subbase Master érkezik, aki ugye jó időre eltűnt. Aki a közelemben lakik. Tényleg? Hát persze, én Veszprém vagyok, ő meg Gyulafiátot. Ja, így van. Na ugye ő fog jönni jövő héten, mert ugye egy jó időre eltűnt, addig készítgette a lemezét, de most az készen lett, úgyhogy kiderül, erről fogunk majd beszélgetni. Aztán jövő héten egy exkluzív Funkadeli track is lesz. Ajaj. Az új lemezről. Aztán mi lesz még jövő héten? Nagyjából ennyi. Salatamagazin.com elkészült a weboldal, teljesen. Úgyhogy nézegessétek, és hát jövő héten le is lesz tölthető egy nagyon pici kis Revolution Beatbox, valamint hamarosan majd írásos interjú is veled. Így ennek van. Örülsz, remélem. Abszolút. Na, akkor Back 65 jön, és utána elköszönünk.
Jó. Úgyhogy még mindenki addig hegyezze a fülét. Az állatot hallottátok itt a Salátában. And last but not least, the revolution. High of the tiger. Just make it clap. 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 Revolution, nagyon szépen köszönöm neked. Én nagyon szépen köszönöm a meghívást. A mai Salátába Kopikonnal és a Szolnokkal búcsúzzunk el. Még egy utolsó SMS, Fanka, mai adásba azért nem írtam, mert nem tudtam belekötni, rendben volt, várom Subbase-t, Tom Szolnok. Hát köszönjük szépen. Köszönjük Revolution, szépen. Biztos, hogy jársz még felénk, úgyhogy úgy, olyan nagyon-nagyon nem búcsúzkodunk. Még egyszer köszönöm. Jövő héten Subbase Master érkezik, és alatamagazin.com az internetezőknek, ezt ne felejtsétek. Jó éjszakát mindenkinek, sziasztok! Jó éjszakát, sziasztok! Hello, hello! Salata is my best friend!